Sziasztok, Sebestje vagyok! Egy nagyon fontos kérdésről lesz szó a zselés ecseteknek a beavatásáról, illetve a zselés festőeceteknek a beavatásáról. A kezemben egy 3D-s van, ami normál esetben egy porcelános díszítőecet, de én ezt az ecetet szoktam használni a színes zselés alapoknak a felfestéséhez. Ez az én kedvenc ecsetem. Ez nagyon fontos, hogy nagyon sok ragasztóanyag van benne, amit láthatjátok, hogy tűnek a hegyével, illetve annak segítségével távolítok el az ecsetek szőrszálai közül. És ez legtöbbször egy jó pár perces művelet. Az ujjammal söprögetem ki a szőrszálak közül ezt a Ragasztó anyagot, hogy nagyon fontos, hogy teljesen eltávolításra kerüljön, mert különben utána később beleragad a szőrszálak közé, és ezek a kis szöszöcskék, ragasztó szemcsék tudják zavarni a zselé anyagunknak a felvitelét is, illetve hát látszódni fog a felületben ilyen kis porszemcsés szemcsés lesz a felület nagyon sokan nem tudják, hogy ez mitől lehet egyébként. Ez például attól is lehet, hogy nem tisztítottuk ki rendesen, vagy kellőképpen az ecsetet az első beavatáskor. Amikor ez megtörtént, és szépen kisöbörögettük, az is nagyon fontos, hogy az ujjunkkal előre és hátrafelé mozgassuk a szőrszálakat, oldalirányban sosem. Amikor ez megtörtént, akkor egy palettára, valamilyen felületre tegyünk ki egy bármilyen átlátszó fényzselét, vagy akár építőzselét, és ebbe mártsuk bele, és jó alaposan forgassuk át az ecsetet benne, hogy a szőrszálakat alaposan átjárja a zselé, a szintelen zselé anyag láthatjátok, hogy ellepi mindenhol, átjárja az anyag a szőrszálakat, majd pedig egy bármilyen papírtörlő segítségével töröljük át az ecsetnek a szőrszálát. A következő ecset egy festőecset. Ez egy sokkal vékonyabb díszítőecset, kisebb szőrszálak találhatóak benne, és kevesebb szőrszálból is áll. Ebben is ugyanígy van, mint láthatjátok, ilyen kis ragasztó anyag. Úgyhogy ezt is szintén ugyanazzal a technikával el kell, hogy távolítsuk. Finoman mindig az ujjunkkal söprögessük ki ezt a ragasztóanyagot, és hogyha még marad a szőrszálak között, akkor ismételjük meg a tűvel. Egészen addig ismételjük, ameddig ki nem ö, jön belőle az összes ilyen kis szemcse, és utána ugyanúgy forgassuk át az átlátszó zselében. Tulajdonképpen az összes zselésecsetnek, zselésdíszítőecsetnek a beavatása az első alkalommal ugyanez. És, mint láthatjátok, nagyon fontos, hogy hogyan töröljük ki a papíron az ecsetet, egy ilyen görgető mozdulattal, láthatjátok, hogy a szőrszálak nagyon szépen így egybeállnak, és utána már készen is áll a gyönyörű szép mintáknak a festésére. Következő, amit látni fogtok, szintén nagyon fontos. Amikor új egy ecset és természetes szőrből áll, akkor előfordulhat, hogy bizonyos szőrszálak hosszabbak, bizonyos szőrszálak rövidebbek, vékonyabbak vagy vastagabbak az ecsetben. Olyan is előfordul, hogy az első használatkor látunk olyan szálacskákat, amik elállnak a többitől. Ezt egy, egy precíz ollónak, akár egy bőrvágó ollónak a segítségével javasolt levágni, eltávolítani. Amikor az Art Design ecsetet használom, mivel ez egy festőecset, nem egy vékony vonalazós ecset, csak ennek az egy ecsetnek a használatakor a hegyét is levágom, egy nagyon-nagyon picikét, hogy ne legyen túlságosan hegyes. A nullás sort ecset, ami egy vékony vonalazós ecset, viszont a kellő beavatás után amit ebben az esetben egy kicsit különböző is, mert ez egy szintetikus ecset, az előzőekhez képest, amik természetes szűrőek voltak, ebben nem található annyira sok ragasztóanyag, úgyhogy nagyon hamar be lehet avatni, szintén ugyanazzal a technikával, viszont mivel ez egy vékony vonalazós ecset, Ennél az ecetnél. gyakorlatilag 95%-ban nem is kell vágni, nincsenek olyan szálak, amik hosszabbak, rövidebbek, hiszen ez szintetikus, szintetikusan van előállítva. Általában a természetes szőrű ecseteknél vannak kiálló szálacskák, illetve hosszabb, rövidebb szálacskák. Ha például az alapfestő ecseteteknél kiáll egy-egy szál, ami nagyon-nagyon hosszú, az biztosan zavarni fogja a munkátokat, úgyhogy ebben az esetben nyugodtan a végeit egy nagyon picit le lehet csípni, szintén egy bőrvágó ollónak a segítségével.